Környezetnevelési programra ír ki pályázatot a civilek számára a környezetvédelmi alap. A tanintézmények vagy a helyi önkormányzatok valamely egyesülettel alapítványjal karöltve vehetnek részt a programban. A pályázat kiírók a körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás, a zöld gazdaság, az ökoinnováció és az ökoturizmus, városrehabilitáció, illetve a zöld épületek témaköreiben várnak pályázatokat. Ugyanakkor a már működő programok további támogatására is van lehetőség. Ebben az évben 30 millió lejár rendelkezésre erre a programra. Tíz napig lesz ez az útmutató közvitán, és várjuk az észrevételeket a javaslatokat, hogy javítsunk esetleg ezen az útmutató elképzelésen. A maximális megpályázható összeg az 450 ezer lej, és a a tervezet szerint mi az elszámolható költségeknek a 95%-át álljuk, tehát itt lenne egy 5%-os önrész is. A környezetnevelési programot egy jó kezdeményezésnek tartja Csibi Magor környezetvédő aktivista is, de úgy véli, a társadalom, a gazdaság és a közgondolkodás teljes reformjára van szükség. Ilyen programokra szükség mindenképpen lesz. Ugyanakkor arra is szükség lesz, hogy a, azokat a pénzeket, amelyet az állampolgároktól úgy veszünk el, hogy, vagy úgy vesz el az állam, hogy a környezet Védelmére a kirót adók alapügyével ezeket a pénzeket természetesen a természetnek kell visszaosztani, vagy olyan programok, amelyek valamilyen mértékben egy pluszot generálnak a természetnek. A pályázati útmutató jelenleg közvitán van. A következő napokban várják az észrevételeket, ősz elején pedig be is indulhat a pályázás.